Titkárként pár percre elhagytam az üléstermet, akkor is itt tartózkodtam egyébként az ülésterem mellett a folyosón. Azt gondolom, hogy ez egy vétett álláspont, úgyhogy kérem ennek az elfogadását és a jegyzőkönyvbeni rögzítését. Köszönöm szépen. Tisztelt államtitkár úr, bármikor lehetősége van soron kívül jelentkezni, két percben is nem tekintetem ügyrendinek, mert arról szavaztatni kellett volna, de nyilván a jegyzőkönyv rögzíti az ön kívánsága szerint az elmondottakat. Két perces felszólásakért lehetőséget Vágó Gábor, az LNP képviselője. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót. Itt tovább feszegetném a közösségi tartalmaknak a lehetőség, regisztrációs kötelezettségét akár. Tehát, hogy nem tudom, hogy a Facebookot hogyan kívánják szabályozni, azáltal esetleg, hogy akkor a Facebook tulajdonosainak folyamatosan írnak levelet, hogyha valamilyen tartalom megy, de... A Facebookra is vannak rávezetve blogok, vagy a Twitter, azt sem tudom, hogy tudnák szabályozni, de hogy az is a sajtószabadság alá fog-e tartozni, hogyha a Facebookba, egy csoportba valaki bejelentkezik. Én fölhívnám figyelmet egy nagyon éles versenyre, ami Orbán Viktor és az Alma közt van, hogy kinek van több rajongója a Facebookon, de hogy ez is egy politikai kinyilvánítás, hogy valaki milyen csoportba jelentkezik. Jelenleg Orbán Viktor vezet 31.000-29.000 arányba, de volt már fordítva is. De továbbra is szeretném megkérdezni, hogyha valaki egy tartalomra például, ami terjed ezen a közösségi oldalon, nyom egy tetszik gombot, vagy ahogy új magyarosan, hanglisül mondják, lájkolás, nem szeretem ezt a szót, de ahogy vagy lájkol egy tartalmat, az is utána egy vélemény nyilvánítás, és ez is utána valamilyen szinten kap itt a sajtószabadság kérdéseit feszegeti. Egyébként pedig, hogy lássák, mennyire interaktív a vita, Tumbász társaim, akik a Tumblr-ön blogolnak, megkérdezték, hogy a reblog, tehát hogyha valakinek a tartalmát egyezetbe átveszem, az most milyen szabályozás alá fog tartozni. Másik pedig Szabó Melinda állampolgár követi a vitát, és azt mondta, hogy a Wikipédia az eléggé komolytalan hírforrás. Szeretném megerősíteni, hogy a Wikipédia a legnagyobb online lexikon, aminek a hitelessége megelőzi a legnagyobb angol lexikonét is, ezt most már tudományosan is bizonyították. Tehát, hogy a Wikipédia szabályozása is ugyanolyan kérdéseket vet fel, hogyha nem sikerül a Wikipédia szabályozását megoldani, akkor én nem tudom, hogy mi lesz itt a sajtószabadsággal. Előre félek. Köszönöm a szót. Két perces felsorolása következik. Volna a János, a Jobbik képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Részint csatlakoznék az LMP-s képviselőtárshoz, és arra hívnám föl a figyelmet, hogy jelenleg a leglátogatottabb politikai közéleti témákkal foglalkozó hírportál a kuruc.info oldal, amely mögött nem állnak milliárdok, amely mögött csak az áll, hogy egész egyszerűen többek között az önökéhez hasonló szabályozás jóvoltából egész egyszerűen kiszorultak bizonyos vélemények a hivatalos és nagy létszámot foglalkoztató, nagy újságírói létszámot foglalkoztató médiumok világából, és egész egyszerűen megjelent egy olyan alternatív kultúra, amellyel együtt kell, hogy éljen mindenki, és nem betiltani kell próbálni a hasonló kezdeményezéseket, hanem meg kell próbálni elfogadni azt, hogy a vélemények különbözőek. Hölgyeim és uraim, ez az egyetlen olyan szemlélet, amely nem egy ilyen túlhaladott szabályozást tesz lehető, vagy nem egy olyan túlhaladott szabályozással él, mint amilyet most önök próbálnak törvényi szinten lehetővé tenni. Én arra biztatnám önöket, hogy nézzenek szét, vegyék észre, hogy ez már tényleg a 21. század túlhaladta az idő azt, amit önök meg szeretnének valósítani. Nézzék meg azt, hogy hogy élnek a fiatalok manapság, az internetről tájékozódnak, ott cserélnek ismerősöket, információkat, ott jelölik be egymást, klubélet zajlik. Tehát olyan alternatív közösségi formák jelentek meg, amellyel most már önöknek is számot kellene végre vetniük. Köszönöm szépen. Ismételt rendes felszólással következik Novák Előd, a Jobbik képviselője. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Normál felszólalásra még nem jelentkeztem, de valóban egy azért szólóklatom már volt. Sajnos nem tudtam ott befejezni, ami mentségemre szóljon, hogy egy 89 oldalnyi média csomagot terjesztett be a kormány oldal, aminek eredetileg 0 munkanapot adtak a megtárgyalására, és hát a bizottságban így is került sor
a megszavazására. Itt némileg több lehetőségünk volt végül a nagy társadalmi nyomás hatására, így volt időnk egy kicsit fölkészülni és alaposabb kritikát is mondani, azonban a sajtó kötelezettségeivel kapcsolatban még maradt néhány észrevételem, addig nem jutottam el a törvényjavaslattal kapcsolatban. A 15. paragrafusban ahhoz Simon László egy számomra nagyon felháborító javaslatot nyújtott be, amiből kiderült, hogy megint maga fele hajlott a keze, ugyanis ez a módosító javaslat lényegében törli azt, hogy közéleti személyiség nem vonhatja vissza a nyilatkozatát, azaz, mert elég kacifántosan van mindez megfogalmazva, lehetőséget ad arra, hogy közéleti személyek, közéleti személyiség, ahogy az eredeti javaslatban még benne van, lehetőséget ad, hogy közéleti személyiség szinte korlátozás nélkül visszavonhassa a nyilatkozatát. Én azt gondolom, hogy ez a könnyítést semmi nem indokolja, mint hogy tartalmasan, ahogy szokták, nem is indokolták meg ezt a kötelező házszabályi rendelkezéssel ellentétben. Tehát a 15. paragrafushoz fűzött módosító javaslatát nagyon káros folyamatnak tartom. Én azt gondolom, hogy ezt a könnyítést semmiképp sem adhatjuk meg. Sőt, még azt is hozzáfűzi, hogy az e-jogot korlátozó szerződéses kikötés semmis. Tehát még arra se akar lehetőséget biztosítani, hogy esetleg egy interjú előtt, amikor kitöltetnek ugye velünk politikusokkal olykor egyes televíziókban mondjuk egy nyilatkozatot, amiben benne van, hogy nem vonhatjuk vissza, még azt mondja, hogy ez is semmisnek minősülhet adott esetben. Ez számomra teljességgel elfogadhatatlan. Gondoljunk csak akár, hát ugye igyekeztem konkrét példákat hozni az egyes javaslatokra, gondolhatunk, most itt nehéz konkrétat, hogyha valaki visszavonta a javaslatát, hiszen azt nem is ismerhettük meg. Azért egy ehhez hasonló példát tudok mondani, Kósa Lajosnak, hát ismételten a Kubatov ügyből, ugye, a minden idők legkínosabb fideszes tévészereplése után, amikor behívták a köztelevízióba, akkor megszabta, hogy milyen kérdéseket lehet neki föltenni, és miután ezeket az újságírók nem voltak hajlandók első körben elfogadni, már kezdte leszerelni magáról a mikrofont, tehát tulajdonképpen visszavonta bizonyos értelemben már így előzetesen is az ígéretét, hogy részt vesz ezen az adáson, míg nem az újságírók persze, mi más tehettek ilyen kényszerhelyzetben, meghátráltak. Én azt gondolom, hogy számos ilyen példát lehet azért hozni, találni ezekre az esetekre is. Beszélni kell néhány szót arról is, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás tehát mennyire valósul meg, hiszen itt a sajtó kötelezettségeiben ugye ez benne szerepel, és ne felejtsük el, hogy persze benne szerepel a médiatörvényben is, mégsem valósul ez meg. Akkor elegendő-e, hogy ismét csak ennyit fogalmazunk meg, hiszen a fideszes módosító javaslat is törölné az ennél szigorúbb megfogalmazást. Véleményem szerint nem. Én magam is álltam már ORTT panaszbizottsága előtt, ahol hiába adtak nekem igazat, a köztelevízió jogi képviselője mondta, hogy persze, be fogjuk majd hívni a Jobbik képviselőjét, majd néhány év múlva, amikor jogerőre emelkedik. Tehát sajnos a bírósági gyakorlat azt mutatja, hogy el lehet húzni évekig az ügyet, tehát hiába a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményére való hivatkozással panaszt tehetünk, bárki megteheti, a gyakorlatban ez mégis nem kellő garancia arra, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás megvalósuljon. Vagy említhetném mondjuk a Hírtelevízió példáját, amelyre az Országos Választási Bizottság tagjaként az európai parlamenti választásokat megelőzően egy panaszt nyújtottam be, hogy a júniusi választások előtt egészen szeptemberig visszamenően nem hívtak be jobbikos politikust élőben. Erre ugye a Hír TV jogi képviselője azt mondta el, hogy hát dehogy nem hozott egy kimutatást, amiben itt meg itt, és egy tucatnyi példát felhozott, hogy igenis a Jobbik szerepelt. Hát igen ám, csak hogy abból egyetlen egy sem volt élő adás. Hát ugye vágott formában meg lehet jelenni természetesen, a látszatra azért valamit ügyelnek, de az, hogy élő adásban elmondhassuk a magunkét, mint ahogy egyébként gyakorlatilag bármely más párt megteheti, ez erre semmiképp sem adtak lehetőséget. Sőt, ami a legdurvább, hogy ebből a saját jogászuk által benyújtott javaslatból is, ami kiderült, a legutóbbi, a júniusi választások hajrájában benyújtott panaszomra válaszol. A legutóbbi az még a választások kiírásakor történt, vagy még azelőtt tulajdonképpen, még azelőtt történt. Tehát az egész kampányt végig csinálta úgy a Hír TV a saját kimutatása szerint, hát nekünk ilyen komoly monitoring rendszerünk akkor még nem volt, hogy ezt is mertem volna állítani, de végülis a jogásznak a érveléséből kiderült, hogy ami példákat föl tudott hozni, hogy említésre került a Jobbik, az is mind a kampány előtt volt. Tehát így működik úgymond a kiegyensúlyozott tájékoztatás, ami jelenleg is hatályban van ugye a médiatörvény rendelkezésein belül. Ezért azt hiszem, azt megállapíthatjuk, hogy ez a kijelentés önmagában szép dolog, hogy média alkotmány, de úgy tűnik, hogy eddig sem tartották be a törvényeket, vannak bizonyos törvények felett állók.
Ha tovább megyek a 19. paragrafusban, hibásan a vagy helyett ést szerepeltetnek, erre is majd benyújtok egy módosító javaslatot, ami azt eredményezi, ugye az ilyeneknek komoly következményük van, ez azt eredményezi, bizonyos értelmezés szerint legalábbis, szóval legalábbis kétes a helyzet, hogy a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi és fizikai fejlődését sértő, veszélyeztető médiatartalmakat közzé lehet tenni bármiféle korlátozás nélkül, feltéve, hogy ezt mindezt nem egyszerre sérti meg, ugye, hiszen az ésből leginkább ez következne. Tehát azt gondolom, hogy egy precíz megfogalmazásra mindenképp szükség van, úgy szintén a 24. paragrafusban ott pedig helyesírási hibát találunk. Ennél lényegesebb a 20. paragrafusban, hogy ott bizony a burkolt reklámnak a megfogalmazása nem csak, hogy nem precíz, ami miatt Simon László is benyújtott egy módosító javaslatot, bár abban meg szóismétlés van, szóval én be fogom nyújtani a magam frappánsabb módosítását, de egy konkrét probléma, hogy a definiálatlanság miatt itt bizony mit nevezünk burkolt reklámnak? Hiszen az, hogy a köztelevíziókban mondjuk mindig ugyanazt a sztárügyvédet szólaltatják meg, az bizony reklám. Az, hogy a lapszemlét mire alapozzuk, mit tekintünk hiteles, vagy egyáltalán hírértékűnek, honnan vonjuk be a lapszemlét, ugye az sem lehet egész minden esetben véletlen. Ahogy nem volt véletlen nyilván az sem, hogy Vágó Gábor arra panaszkodott itt, hogy a kuruc.info hírportának a híreit nem tudja majd Facebookon tovább küldeni. Nyilvánvalóan látszik, hogy nem divat blogokat olvas, azt azért láthatták nyilvánvalóan mindannyian. Ezzel szemben a kuruc.info híreinek továbbküldését sérelmezte. Tehát azt gondolom, hogy a burkolt reklám, ha már itt tartunk, egyébként az, hogy mire hivatkozunk, az, hogy kit szólaltatunk meg úgymond független szakértőként, a Nemzeti Jogvédőszolgált ügyvédjét, vagy épp a TASZ-nak az egyik ügyeletes megmondó emberét, az egyáltalán nem véletlen. Tehát a burkolt reklámot mindenképp szükséges lenne pontosabban definiálni. Végül a utolsó észrevételem, amit még itt az általános vitában szeretnék elmondani, az azt mondom, hogy a 20. paragrafusban szintén a világnézeti meggyőződés sértő reklám közzétételének tilalma, én azt gondolom, hogy egy túlzott tiltás, hiszen sok minden sért jelenleg engem is a médiában, amit el kell viseljek, hogy mondjuk bizonyos reklámok ilyen nihilista, szélsőliberális életmódot sugároznak, úgy szintén fordítva is el kell fogadjanak, azt gondolom a társadalmi tűrésküszöb magasabb kell, hogy legyen, a véleménynyilvánítás szabadságába több belefér. Tehát önmagában az, hogy sért valakit, ugye a válaszadási jognál már kiszedtük ezt, hogyha valakit önmagában sért valami, akkor erre választ adhasson. Úgy szintén azt gondolom, hogy ha valakit sért egy reklám, attól még nem lehetne letiltani azt a reklámot, sőt, ugye a Jobbik elképzelése szerint bevezetnénk ugye például a reklámadót is, ami ugye elsősorban nyilvánvalóan a multikat érinteni. Itt bennünk már a médiapolitikai kabinetben az is megfogalmazódott, hogy azok a reklámok, amik valamiféle társadalmi céllal is rendelkeznek, tehát hívhatunk bizonyos értelemben társadalmi célú reklámnak is, tehát például a nagycsaládos életformát nem terhesnek mutatja be, vagy akár az állapotos várandós állapotot sem terhesnek mutatja be, hanem sokkal inkább egy áldott